Kovács Miklósné igazgatótól megtudtuk, a városi sportcsarnokban évfolyamonként versenyeztek a 10-10 fős csapatok, ahol az akadálypályán az ügyesség és a gyorsaság is egyaránt fontos volt. A gyerekek már hetek óta nagy izgalommal készülnek erre a versenyre, egy csapatverseny, ahol játékos feladatokban, sorversenyben mérik össze tudásukat az két-két évfolyam, összesen 4 osztály egy-egy csapatversenyben, és nem csak az osztályok egymással versenyeznek, hanem a szurkolók is versenyeznek egymással, hiszen ők is díjakat fognak kapni. Ez már körülbelül olyan 15 évvel ezelőtt jött a Györfi Napok programjai közé, hogy ne csak a tanulmányi versenyeken, pályázatokon mérjék össze a gyerekek a tudásukat, hanem legyen egy ilyen felszabadult délután, ahol sportolnak, hiszen iskolánk nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra, nevelésre is, és közben az, hogy mindenki sportoljon, minden gyermek sportoljon, amire a mai délutánon lehetősége van a gyerekeknek. Akik a pályán nem versenyeztek, ők a kispad mellől szurkoltak csapataiknak csatakiáltásokkal, plakátokkal. Minden osztály nagy izgalommal és titokban készült arra, hogy a másik osztály ne hallja meg, és most már itt egyet-kettőt hallottunk belőle, hogy ezek nagyon ötletesek, és serkentik a csapatnak a tagjait, hogy minél nagyobb erőbedobással dolgozzanak a verseny folyamán. A verseny végén ugyanis nem csak a nyertes, évfolyamonkénti csapatok vehettek át Kovács Miklósné igazgatótól elismerést, hanem a legjobban szurkoló osztályokat is díjazták.